Még ma is szereti a kihívásokat, a kísérletezgetést, így minden évben van valami újdonság kiskertjében Ézsiás Antalnak, a Szent Annai Sámuel Középiskola nyugalmazott agrármérnök tanárának, aki éveken át volt tagja a Legszebb Konyhakertek Mozgalom karcagi zsűriének is. Vele beszélgettünk az idei évről. Bár a mondás szerint kiskert nagy öröm, ez valóban igaz, de sok fel a mindennapi munka. Vallja be a tanár úr, aki számára a kertészkedés feleségének a varrás, az olvasás jelenti a kikapcsolódást. Az idei nyár jelenlegi állapotában nagyon kedvező, volt elegendő csapadék, megfelelő hőmérséklet, és azok a kultúrák, amelyek kibírták a tavaszt, azok most remekül díszlenek. Ezen kívül nem akartam, de újra próbálkoztam a borsó után másodvetéssel, azok is remekül díszlenek, úgyhogy bízom benne, hogyha így folytatódik, akkor kellemes évet zárunk. Hát hajnaltó Mikulásig van a munkaidő, az azt jelenti, hogy én aránylag korán kelő vagyok, és akkor 6 óra fél hét körül intézem a dolgaimat. 10 óra 11-kor, amikor már meleg van, mert igazán kellemetlen is érzem, hogy nem jó ez a hőmérséklet, akkor pihenek, és utána délután folytatom. Mint elmondta, elég korán veteményezett, és mivel volt elegendő csapadék, megfelelő hőmérséket, remekül díszlenek a növényei. Kellemes meglepetések vannak, amit korán vetettem, az a gyökérzöldség, a sárgalépa, a petrezselyem, azok átvészelték, és jelenleg egy kis permetezéssel azért úgy tűnik, hogy tűrik is ezt a helyzetet. Burgonyával van gondolom, amelyik szerintem vagy a talaj miatt, vagy más miatt fertőzött, de az most már részletkérdés. Kellemes csalódás a tuborózsa, amelyik ilyen korán még soha nem hozott virágszárat, és nem kezdett virágozni, tehát egy hónap előnyben van. Ez nem azt jelenti, hogy tömegvirágzás van, de ez egy kellemes meglepetés. Amilyen nehezen indult, olyan jól útról érte magát. A kardvirág az gyakorlatilag egy nagyon hőséges növény, mert lényegében egy jó anyagot el kell ültetni, és utána csak szedni kell gyakorlatilag. Ő már fele virágzás szakaszban van, tehát már felét már leszedtem a termésnek. Ezen kívül volt egy kis mákom, amelyik nagyon nehezen viselte el a tavaszi szárazságot. Jelenleg a feleségem feldolgozása alatt van, tehát a mággubókat most bontja, fejti, amiben van apró szem, meg beteg szem, meg minden, és utána mosás után majd felhasználjuk, de még az is elfogadható. Csemög a kukoricának van 4 vagy 5 szakasza, nem tudom hány szakasza van, a legelső szakasz már virágzik, már gyönyörűen a nővirágz címmel is dolgozik, és az utolsó szakasz most vetettem egy pár napja, ami azt jelenti, hogy talán sikerül egy szakaszos termést betakarítani, a többi meg gyakorlatilag ugyanaz, ami hagyományos. Cukkini, akkor a patiszon is van egy nagyon kellemes növényem, amelyiket nem nagyon ismernek, ez a borágó. Ez a borágó, ez egy jövevény növényem, kaptam egy ajándékcsomagot a télen, hogy próbáljam meg, vessem el, próbáljam meg termeszteni. Sokat én sem tudtam róla, utána néztem annyira, hogy gyakorlatilag egy ilyen fűszernövényszerű valami, részben állítólag gyógyszer alapanyag is majd a virágzata, de különböző adalék, levesnek esetleg, szószotnak vagy valami süteménynek is a alapanyaga. A gyümölcsfák jól állnak, bár a barack, az őszi barack, a szilva kevesebb. Bírsalm az meglepően nem úgy termékeny, ahogy gondoltam. Nagyon nem is védtem, mert ugye később virágzik, tehát neki egy külön elbánás módja van, és az általában kimarad a sorból. Máshol sokkal több is álmat látok, ahol gyakorlatilag semmit nem csináltak vele, de annyi lesz, amit megkóstolunk. Naspolyán azon szintén van, amelyik azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest egy jó fél termést ad, de nem is probléma, mert ha sokat termés, akkor apró a maga a gyümölcs, és akkor az kevésbé piacos. Nem számolta, hány 10 kilónyi terményt vitt eddig haza, de mint megfogalmazott, az igazat megvalva nagy haszon nincs a kertészkedésben, ha minden felszámol, de az, hogy a sajátját eheti, amiről tudja, hogy nincs permetezve, az feletteti a sok munkát. Hát amit ráfordítok, az általában be is tudom takarítani, tehát nagy haszon nincs a kertészkedésen, mert ha minden számolok, akkor lényegében nem érné meg. Tehát a munkabért azt nem számoljuk, tehát a munkaidő az társadalmi munka.
Aki később veteményezett, arra rájött a tavaszi esős időszak. Nála a gyommal kelt minden. Aki korábban s némi segítséggel gyomtanított, a kertjét nem verte fel a gaz.